Bücsgárdáját fogadta a Szerencs Viese felnőtt férfi és U19-es labdarúgó csapata május 27-én szombaton a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen. Először a fiatalok léptek pályára. A mérkőzésen az első két gólt a bücsiek rúgták, majd a 34. percben Gyökös Marcell szerezte a szerencsiek első találatát. A félidő eredménye ezzel 1-2. A második játék részben az első gólt ismételten a bücsiek rúgták. A 74. percben Kozsik Olivér lőtte az összecsapás utolsó gólját a vendégek hálójába. A rangadó alatt a bíró különböző szabálysértések miatt összesen 10 sárga lapot osztott ki a két csapat játékosainak. A mérkőzés végeredménye Szerencs Viese U19, Bücs U19 2-3. Az U19-es összecsapás után következett a felnőtt rangadó. A szerencsiek számára jól kezdődött a találkozó, hiszen a 10. percben Ternyik Máté talált be a bücsiek hálójába. A 38. percben azonban a vendégek kiegyenlítettek. A 70. percben a bücsiek gólt rúgtak a hazaiak hálójába, ezzel átvették a vezetést, amit meg is tartottak a találkozó végéig. A végeredmény Szerencs Viese, Bücs 1-2.